Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Újabb inkubátorház épül Székelyudvarhelyen, már a második. Hogy kiknek és miért, ezt mutatjuk meg a mai Székelyföld magazinban. Majd bár ízzel nem, de látvánnyal annál inkább szolgálunk, megmutatjuk Hargita megye nyertes csokoládéit, és beszámolunk arról is, hogy miért fontos a megye képviselete a különböző turisztikai vásárokon. Tartsanak velünk az elkövetkező szűk fél órában. Kisiparosoknak épül inkubátorház Székelyudvarhelyen. Az 5 éve nyílt Hargita Business Centerhez hasonlóan az új épületben irodahelyiségek várják majd az érdeklődőket, de emellett felszerelt műhelyek, raktárhelyiségek is rendelkezésre állnak majd. A Székelyudvarhelyi Hargita Business Center 5 éve kezdte meg tulajdonképpen a működését, 5 éve nyitottuk meg a kapukat, úgyhogy idén évfordulót fogunk ünnepelni. Jelen pillanatban 53 vállalkozás működik a vállalkozói inkubátorházban. 53 olyan vállalkozás, amelyik el tudja végezni a dolgát tulajdonképpen egy irodában, egy asztal mellől, mert hogy számítógépet, irodai felszerelést biztosítunk ezeknek a cégeknek, de tervben van egy második inkubátorház építése is Székelyudvarhelyen. Ez az inkubátorház kisiparosoknak, kézműveseknek készül, olyan vállalkozóknak, akiknek helyre van szükségük tulajdonképpen a tevékenységükhöz. Példaként mondhatnám a táskakészítőket, vagy egy asztalost, akinek ugye szerszámokat tárolni kell, meg a terméket tulajdonképpen mozgatni kell. Na most ez az inkubátor, ez az a vállalkozó inkubátor, ez ami tervben van, ami készülni fog. Ez szerintünk egy nagyon hasznos dolog lesz majd Udvarhelyen, mire hogy bebizonyosodott, hogy ez is a HBC is egy nagyon jó csomópont, egy nagyon jó kapcsolódási pont a fiatal vállalkozóknak, nagyon jó találkozási pont. Mert hogy irodát bérelni, helységet bérelni tulajdonképpen máshol is tudnak. A kézművesek is tudnak maguknak bérelni egy kis műhelyt, de nagyon fontos számukra, nagyon fontos ezeknek a fiatal vállalkozóknak, hogy egy helyen legyenek, ahol tudást, ahol kapcsolatrendszert tudnak bővíteni. A második Székelyudvarhelyi Inkubátorház tulajdonképpen terveink szerint alintézménye lesz a mostani vállalkozói inkubátorháznak, ahol igyekszünk azt a tapasztalatot, azt a tudást kamatoztatni, amit itt az elmúlt 5 évben szereztünk. Elsősorban a kapcsolati hálónkat ajánljuk fel, de nem csak az Udvarhelyi Inkubátorház működésében szeretnénk részt vállalni, hanem a Keresztúri, majd a Balánbányai Inkubátorházban is számítanak, jelezték már azt, hogy számítanak a mi tapasztalatunkra, tudásunkra és kapcsolatrendszerünkre. Az elmúlt 5 évben nagyon sok vállalkozóval dolgoztunk, többen közülük már ki is költöztek az inkubátorházból. Az a visszajelzés tőlük, hogy nagyon sokat jelentett számukra az a kapcsolatrendszer, az a tudás, amit itt az inkubátorházban kaptak, és örülnének, hogyha nem lenne egy ilyen korlát, egy ilyen időbeli korlát, hogy csak 3 évig lehetnek bent az inkubátorházban, hogy ezt ki tudnánk bővíteni, mert hogy nem kapják meg máshol azt a kapcsolatrendszert, amit itt nálunk, azt a hangulatot, amit nálunk uralkodik, azt nem kapják meg máshol. Irodát bérelni tudnak, helységet máshol is találnak, de a legfontosabb igazából ez az együtt töltött idő és az a kapcsolatrendszer, ez csak itt él. Megyénknek az Udvarhely-Széki térsége gazdasági vállalkozások terén erős és jelentős szeletet visz a megye gazdasági életében, és azt láttuk, hogy főleg a vidéki, illetve az újabb megoldások mentén, akár városokban is a kis kézműves iparnak a fejlődése az egyre inkább előre tör. Székelyudvarhely és térsége elsősorban a nagyiparról volt híres, és az volt jelentős részben, illetve a kézruha ipar, de a kézművesség most újra reneszánszát éli, és olyan kis okos megoldásokkal lehet majd fából, agyagból, bőrből előállítani termékeket, amire ma van piaci igény. Ezért is gondoltuk azt, hogy társulunk Székelyudvarhelynek a pályázatához. Itt azt kell tudni, hogy a város a főpályázó. Mi azt vállaltuk fel, hogy az ön részfelét kifizetjük, és bízunk benne, hogy a városnak meg lesz az a kapacitása, hogy ezt a megnyert pályázatot tudja érvényesíteni, mert a másik inkubátorház mellett, amelyik igazából az IT
a szolgáltatásokra van ráállva. Emellett ez az inkubátorház hát egy teljes képet tud akkor így már biztosítani az induló vállalkozások számára. Az inkubátorháznak az lesz a feladata, hogy az ötletből hogy lehet egy jó, sikeres üzletet kifejleszteni, ehhez fognak ott kapni tanácsot, segítséget, közreműködést, felületeket, gépeket, olyan tereket, ahol ezt sokkal könnyebben, úgymond védett körülmények között meg tudják valósítani azok a fiatal vállalkozók, akiknek van egy jó ötlete, és szeretnék, hogyha a termékükkel a piacra tudnának kerülni. Mi szerettük volna már a múlt évben, 2021-ben ezt a pályázatot, a lebonyolítását elkezdeni. Sajnos még nem ért odáig el a folyamat, hogy legyen kiírva közbeszerzésre a kivitelezés. Hát én bízom benne, hogy polgármester és csapata mindent megtesz azért, hogy ez a megnyert pályázat ne vessen el. Megtalálták Hargita megye csokiját. A csoki versenyt január közepén a gasztronómia évének jegyében hirdette meg a Visit Hargita, a Hargita megye tanácsához tartozó turisztikai fejlesztési egyesület. A feladat az volt, hogy alkossák meg azt a csokoládét, amiben bele tudják lopni a Hargita ízét. A szakmai zsűri szerint ez sokaknak sikerült. ...2022 a gasztronómia éve a Hargita megyei turizmusban, és ennek az a legnagyobb fontossága, hogy a gasztronómián keresztül népszerűsítjük a teljes turisztikai kínálatot. A Hargita megye csokia verseny után a következő kiírás, amit ma meg is hirdettünk, keressük Hargita megye autentikus süteményét. Erre március végéig várjuk ugyancsak a jelentkezőket, ezt is egy zsűri fogja elbírálni vakkóstolás alapján, ahogy szakmailag szokták mondani, és nekünk az a legfontosabb, hogy ezeken a versenyeken keresztül olyan alkotások szülessenek, amelyek identitás erősítőek is egyrészt Hargita megye számára és az itt lakók számára, másrészt megmutassuk azokat az értékeinket, azt a kreativitást, ami az itteni emberekben van, ami az itteni környezetben megtalálható, és ezáltal tudjuk felmutatni, pozícionálni Hargita megye turizmusát a nagy turisztikai térképen, amitől egyediek vagyunk, amitől különlegesek vagyunk, ami miatt érdemes ellátogatni hozzánk és megkóstolni az itteni finomságokat. Ez egy kihívás és feladat, mert mégis tehát mindenki, aki jelentkezett, ugye nagyon nagy lendülettel a díjra hajtva, hogy ők legyenek a megye legjobb csoki készítői, és ez egy súly az ember vállán, hogy mégis szubjektív vélemény alapján, de mi az, ami a legtöbb embernek a legjobban ízlethet. Tehát öten jelentkeztek, 29 termékkel, és mi nyilván nem tudtuk, hogy kik vannak a termékek mögött, hanem kaptunk egy leírást, és akkor mentünk egytől a 29-ig, mindegyiket végigkóstolva, figyelve arra, hogy közben vizet ígyunk, hogy minden íz jól kiérződjön, vágási felületeket nézzünk, tehát mondhatni megterhelő volt, könnyű elképzelni, hogy egy egész napos csoki evés, mennyire izgalmas, viszont ezért ez kemény munka is, azt kell, hogy mondjam. Én mindenféle csokoládét szeretek, mert mindegyiknek annyira más a jellegzetessége, hogy ezt teljesen külön választom, tehát egy tejcsokitől ugye azt várjuk, hogy édes legyen, és egy töltelék szempontból lesz valami kompenzálja. Egy étcsokoládénál ugye, ami mondjuk ugye kevesebben kedvelik, de ugye a keserűséget várjuk, tehát én ezért mondom, hogy én mindegyik csokit kedvelem a maga jellegzetessége miatt. A tábla kategóriában az első helyet vittük a ribizli krémmézes táblával, illetve a második helyezett az egy ilyen vegyes magvas grillázsos paradicsomos fekete csoki tábla. A pralinénk pedig egy megypálinkás földi mogyoró grillázsos praliné. Rég gondolkoztunk azon, mert hogy nekünk van egy bizonyos ízpalettánk, de nagyon rég gondolkoztunk, hogy minél több helyi termelőnek a termékét bevonjuk a csokikba.
csak mindig úgy valami mással voltunk elfoglalva, hogy külön örültünk ennek a versenyfelhívásnak, mert így ugye egy kicsit meg volt nyomva a dolog, hogy akkor most már muszáj megcsinálni, de már meg volt igen, hogy kitől lesz a pálinka, hogy kitől lesz a krémméz, ezeket már tudtuk mi előre. Nagyon-nagyon otthon izgultam, hogy mentem egyik szobából a másikból, nagyon szurkoltunk tényleg, hogy igazából annak, hogy azt a sok munkát, azt a sok energiát, amit beletettünk, hogy azt érezzék ki abból a csokiból, amit leadtunk. A reakció a felhívásra az azonnali volt magam részéről, mert megelőzte ezt egy olyan esemény, amikor én a szakácsunknak egy ilyen bombonyától, nem egy, hanem több bombonyától meg voltam nagyon hatódva. Volt egy ilyen Mikulás csomag ajándékozás nálunk a cégnél, amikor minden kollega valamit hozott, és akkor egy zsákból kihúztuk, hogy akkor ki mit kap belőle, és hozzám jutott a bombonos csomag. Hát én nekem ez egy szenzációs élményem volt, és akkor jött ez a felhívás most januárban, hogy legyen részlet lenni egy ilyen versenyen, és én egyből azonnal kaptam a lehetőséget, és mondtam Csonginak, hogy gyere, menjünk el, mert ezzel biztosan nem valunk szégyen. Ez a bombonunk, amivel megnyertünk, ugye kettővel is készültünk, de a nyertes bombonunk az birsalmas sajta van, tehát az egy elkészített termék már, amit pár héttel ezelőtt készítettünk, ugye helyi birsalmából készítettünk, egy sajtnak hívek, de úgy kell elképzelni, hogy vastagabb lekvár, az dió van ízesítve, ugye citomhéj, narancshéj, szegfűszeg, fahéja van az egész összefőzve, majd a cukoros, úgy karamellizálva, és akkor ez ki van öntve egy formába, és azt több héten keresztül kell szárítani, forgatni, és ebből van a töltelékünk elkészítve, amit ízesítettünk csípőse, kétféle csípőse, csípős póra, hogy inkább az intenzivitását adjuk meg, és ilyen szárított csili magokkal, amit inkább a textúrát szerettük volna benne kiemelni, és lazítva tokaival. Szerencsém volt, mert régebbről megvan ez az ötletem, hogy a magyaros csokoládét készítsek, és hát a töltelékem már régebbről készül. Úgyhogy volt, hogy üvegekben elkészítettem, próbáltam, kóstoltam, tehát őszintén szólva ilyen nagyon izgalmasnak tartottam az egész időszakot, amíg fel kellett erre készülni, hogy igenis egy töltött táblás csokoládét készítsek erre az alkalomra. Mindig lehet meglepetést okozni mindenféle alkalommal, így hát úgy gondoltam, hogy a töltelékbe lágy állapotot is készítek, és ugyanúgy a magokat is darálva belelopom. Így hát a kettő textúrája teljesen különböző volt, és szerintem kellemes meglepetést okozott a zsűrinek. Amikor felmerült az, hogy Hargita megye csokoládéját, vagyis bombonyát keresik, akkor egyértelmű felmerült az emberbe, hogy mi az, ami itt, ugye, hogy a csokoládé, mivel a kakaóban nem terem meg nálunk, viszont akkor azt valamilyen módon ízesítsük töltelékekkel, ganásokkal, és akkor merült fel, hogy egy fekete áfonyás zselével és egy joghurt ganással töltsünk meg egy, mondom én azt, hogy egy aránylag szépen alakult, szépen festett bombont. Hiszük azt, hogy ma már a kézműves műhelyeink olyan teljesítményre képesek, hogy ez is vonza a vendégeket, az érdeklődést Hargita megye irányában, hisz ezek a csokoládék messze földre eljutnak, és egy jó hangulatú, kedves, egy édes Hargita megye, édes Székelyföldet kell tudjunk bemutatni, ebben pedig mindig is a történelem folyamán is a csokoládé, ez nagy hatalma volt ilyen tekintetben, nagy befolyásoló tényező. És a csokoládéban az a jó, hogy a kisgyerekek is tudják fogyasztani, az idősek is, a betegek is. Tehát mindenkinek, akinek jó kedve, illetve jó hangulatra vágyik, és a napját szeretné még teljesebben megélni, annak valószínű, hogy a csokoládé egy jó hívogató hát termék ide hozzánk, és én büszke vagyok arra sok-sok műhelyre, sok-sok erőfeszítésre, akik tényleg csokoládé készítés szempontjából ma már Hargita megyét feltették a nagyobb közé.
Kiállításokon, vásárokon népszerűsítik Hargita megye turisztikai értékei, célpontjai. A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás az utóbbi hetekben a Romexpon és a Hungexpon is részt vett. A Visit Hargita standon 8 társkiállítóval együtt fogadták az érdeklődőket. A vásárra a Mini Erdély Park is ízelítőt vitt, Fazakas Szabolcs alapító pedig arról is beszélt, hogy milyen újdonságokkal várják az odalátogatókat az idei szezonban. Egy kiállításon letükrözzük a régiónak az arculatát, ezért nem mindegy egyáltalán, hogy milyen arculattal, milyen kiállással veszünk részt egy turisztikai vásáron. Mi nemrég jöttünk haza a bukaresti turisztikai vásárról, a Romexpónál tartották, és egy nagyon változatos mixet vittünk a megye kínálatából. Voltak szálláshelyek, voltak wellnessek, volt gasztronómia, egy virtuális medvelest készítettünk, amely gyakorlatilag az ország turisztikai minisztere is kipróbált, és így igyekeztünk felhívni magunkra a figyelmet. A következő megmozdulásunk az Budapesten lesz, ott fogunk tölteni 4 napot, próbáljuk a Székelyföldet, mint destináció népszerűsíteni, ezúttal közösen a 2 szomszédos megyével, Maros és Kovászna megyével. Egy 4 éves építkezési folyamatnak vagyunk a végén, most arra törekedünk, hogy ezt az összeszedett értéktárat, amellyel Hargita megye rendelkezik, minél jobban, minél szélesebb körben megmutassuk az irántunk érdeklődőknek. Mi ilyenkor ezeken a vásárokon nem a turistákra vadászunk, hanem a turistákra vadászó cégekre, tehát utazási irodákra, ügynökségekre. Ez az elsődleges célpontunk. Természetesen, hogyha valaki érdeklődik a megye bármely desztinációja iránt, akkor azt készségesen kiszolgáljuk és ellátjuk bőséges információkkal. Készülünk a következő turisztikai szezonra, bár a világban sok minden történik, de ennek ellenére az embereknek csak kell pihenniük. És most voltunk a Visit Hargita szervezésében a Romexpon. Ezek a kiállítások hasznosak, mert ott bemutatjuk a parkot utazásirodáknak, tehát látják, hogy konkrétan mi történik, elvittük a kismozdonyunkat, nagyapót a rajzfilmből, gyerekek rajzfilmet nézhettek, tehát olyan közelségbe kerültünk a bukaresti érdeklődőkhöz, mintha hát innen elvittük a parkot oda gyakorlatilag, és jók ezek a szakmai találkozások, mert most már akkor konkrétan látják, ez egy komoly dolog, beteszik a programjaikba. Véleményem az, hogy a régió a turizmusát nem a szálláshelyeken keresztül kell árulni. Tehát az egy jó dolog, hanem a szolgáltatásra kell ide csalogatni, ami aztán jót tesz a szálláshelynek. Tehát itt a szolgáltatásokat kell elvinni, a hangulatot, a feelinget egy ilyen vásárra. Én ennek vagyok a híve, tehát a nagyok így csinálják, ezt mi Hargita megyek és székelyföldiek, meg kell tanuljuk, hogy az érzést kell eladni, hogy ha valaki idejön, akkor a szabad levegő az élményt kap, a Mini Erdély Park, a babosgató, a Hargita, tehát itt azért van nekünk, amit bemutatni. 2 éve nyitottuk a Mini Erdély Parkot, azóta 156 ezer látogatónk volt. Itt, ahol most állunk, egy olyan legelő volt, hogy még az állatok is nehezen jártak ide, tehát itt át kellett mindent alakítani, földmunka, követ hordtunk ide, macska köveztünk, és az embereknek tetszik, tehát itt adtunk egy más hangulatot. Sok olyan vendég volt, hogy egy román vendéghölgy mondta, hogy ez valami mini Helvécia itt Romániába. Hát az biztos, hogy ennek a helynek most már lelke van. Tehát mit azt az Orbán Balázs által látott Erdélyt akartok megmutatni, ami az Erdély fénykorát jellemzi, jellemezte. És ezek a makettek pontosan az épületeket a fénykorukból ábrázolják. Tehát nem a mai arcukat mutatjuk. Úgyhogy a tavaly elég sikeres volt, tehát ugye 107 ezer turista jött csak a tavaly. Az idén több látogatóra számítunk, most már így tudatosan készülünk a parkolókkal is, a Városházát is próbáljuk bevonni, hogy minél több helyet alakítsunk ki az autóknak. És ezen kívül itt a szolgáltatásokat is kellett bővíteni. Van ugye a kis vonatunk, akkor emellett itt a hátam mögött nyitunk egy Szőrmanó interaktív történelmi tanódáját. Mellette van egy kis mozi is. Ott a rajzfilm sorozat első évadát mutatjuk a gyerekeknek 3 nyelven, azaz most már az idéntől 10 nyelven.
úgyhogy bármilyen ajkú turista jön, tud választani a nyelvek közül. Ezen a héten Magyarországon a Cinema City-be vetítik a Rajzfilm sorozatot. Nagyapa így is mérges lesz. Gyorsan menjünk, mire fel kell megjárni. Hey! Mondák és legendák a székelyekről, igaz mesék a Kárpát-kanyarból. Azért vagyok itt, hogy segítsek nektek megakadályozni, hogy a barlang mondája oda vesz. Nincs nyugtom a legendáktól, de most elbánok velük. Nem sokára jön erre egy nyeletlen cinka, meg egy hitván legényke. Van nálunk egy patkó. Azt tőlük ellopjátok, mert az a kulcs a mesefához. És ha a fát kiszárítjuk, a mondákat az emberek elfelejtik. Na engem ugyan meg nem ijesztenek. Leszkes, leszkes, mesefa! Ezen kívül a Legóval állapodtunk meg, és egy olyan Legó műhelyt hozunk létre, amely kiállítás, játszóhely és étterem lesz. Én mindig azt mondom, hogy ha Orbán Balázs itt lenne, akkor is ugyanezt csinálná, mert ő volt az a székelyföldi fotográfus néprajzos, aki először például a fotográfiát a néprajz érdekében használta, tehát a gyűjtői munka érdekében használta, meg az újításokat szerette, és az a lényeg, hogy itt bátran hozzá kell nyúlni ezekhez a technikai megoldásokhoz, és a gyerekeknek ez jó, és ezen keresztül, ha elsajátítják a saját kultúrájukat, a rajzfilm, a hologram, a Lego vagy bármi, akkor azzal már elértünk valamit. Az egyik nagy tervünk a Mini-LD Park mellett egy Insect Park létrehozása, Bogár Park, 19 darab óriás bogarunk van, ilyen autóméretű bogarak, ezeket mozgatni lehet, hangot adnak ki. Ezen kívül a műhelyünkben, a legendárius stúdióban nyomtattunk ilyen óriás 3D nyomtatóval bogarakat még, tehát ilyen bogarasak lettünk, és ennek a parknak az a lényege, akárcsak a Dino Park, a Barcarozsnyón, de megmutatjuk ezt a különleges világot. Kedves nézőink, Önök a Székelyföld magazint látták. Jövő héten is tartsanak velünk, viszontlátásra!